Már a dunaújvárosi piac téren is feldíszítették a fenyőfát karácsonyra készülve. Ez az otthonokban sincs másképp, mint mindennek. A karácsonyfa díszítésnek is megvan a maga trendje és divatja, amely szinte évről évre változik. Nekünk élő fenyőfa van otthon, és azt díszítjük fel. Úgyhogy olyan szoba fenyő, és akkor azt díszítjük fel. És hogyan szokták feldíszíteni? Hát a feleségem szokott hímezni, ilyen virágokat, meg mindent, meg hát a fénnyel, meg különböző cukorkákkal, ilyesmit, és az aljára oda van téve a karácsonyi ajándék. Egy felmérés szerint azonban a családok egyre nagyobb része állít műfenyőt karácsonykor. A műfenyővásárlás növekedésében közrejátszik a környezettudatosság, illetve az, hogy a műkarácsonyfák egyre inkább hasonlítanak az igazi fenyőre, és sokkal kevesebb teendő van velük. A műt. Azt elcsomagolom, aztán el van rakva. A másikat azért szerettük valamikor még, hogy az illata miatt. De tegnap nézegettem az élő fákat. Tehát ha 5-7 ezer forint, hát úgyhogy megmaradunk a... Hát az is 2 méter 10 centi, elég magas, az elég szép nagy a szobába. Tele van égőkkel, mert be vagyunk vásárolva. Még az unokák voltak, addig hát mindent bevásároltunk, most meg rajta van a nyakunkon. A karácsony fállítása és feldíszítése egyébként nem számít régi szokásnak. A 17. században terjedt el Németországból indulva. Akkoriban a fákat gyümölcsökkel, papírkivágásokkal, aranyláncokkal és édességekkel díszítették. Hazánkban ez a szokás csak a 19. században kezdett el terjedni. A díszítés sokat változott az idők folyamán. Régebben fából és textilből készültek a dekorációk. A fa csúcsára angyalkát vagy csillagot tettek, és piros almát akasztottak az ágakra. Később azonban a csillogó díszek váltak a karácsonyfa népszerű díszítő elemeivé.